Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 23. Gyomán-Rőri Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál második napján. Elsőként felkérem Tordi Balázs urat, Gyomán-Rőri város polgármesterét, mondja el köszöntő beszédét. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, tisztelt elnök úr, tisztelt rektor úr, kedves vendégeim, polgármester, kollégák, alpolgármester asszony, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 23. Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválon. Külön örömmel nagyon számomra, hogy ilyen szép számmal megjelenünk és ilyen szép számú vendégünk van, illetve ilyen szép számú kiállítunk érkezett erre az alkalomra, hiszen képviselőtestületünk az elmúlt években nagyon sok erőt és energiát fordított arra, hogy a településünk legnagyobb rendezvényét minél magasabb színvonalra emelje. Minden évben szeretnénk egy kicsit előrébb lépni, és minden évben szeretnénk egy kicsit jobban kiszolgálni az ide érkező kiállítókat, az ide érkező vendégeket, és természetesen a kiérkező gyomelődéket. Úgy gondolom, hogy ebben az esztendőben is mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt a célunkat elérjük, és remélem, hogy ez így is van, és remélem, hogy aki ide érkezett, és ide meglátogatott minket, az így is fogja érezni magát. 2022 képviselőtestületünk NER emlékévét nyilvánította, tettük ezt azért, mert az idén 140 éves a NER nyomda, és tettük ezt azért, hogy egy picit tematikát adjunk annak a turizmusnak, illetve annak a vendéglátásnak, amelyet Gyomán-Rőrön meg szeretnénk valósítani. Az idei évben több programot, több rendezvényt is megvalósítunk, amelyek NER emlékévnek a programsorozatába élik bele. Itt természetesen a Sajt és Túrófesztivál is ilyen, ahol szerettünk volna egy speciális rendezvény elemet megvalósítani, ez pedig a NER Piroska süteményesítő verseny, amelyet a könyvtárban rendezünk meg. Ezen a versenyen, aki a benevez a süteményével, azt a süteményt abból a NER szakáskönyvből, NER Piroska szakáskönyvből kell megtennie, amelyet az idei év elején adtunk ki, köszönhetően diszpolgárunknak, dr. prof. Gyuri Csabának és az ő segítségének és az ő baráti kapcsolatainak, és természetesen a NER nyomdának is, szerintem is nagyon sokat segítettek ennek a könyvnek a megjelenésében, amely könyv egyébként már második kiadásban 2-3000 példányban jelent meg, úgy gondolom elérte a célját. Kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást erre a hétvégére, kívánok, hogy érezze mindenki nagyon jól magát. Az időjárás úgy tűnik, hogy velünk lesz, úgyhogy azt gondolom minden adott ahhoz, hogy kellemesen és jól érezzük magunkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, jó szórakozást mindenkinek. Köszönjük szépen a polgármester úr, szeretettel felkérem Timár Attila mester Szakács urat, hogy szakmai tájékoztatóját tartsa meg a sajtversenyről, illetve a szakmai programokról. Szép napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a jeles napon. Közel egy százados munka évre, hiszen azok, akik megállották ezt a Sajt és Túrófesztivált, akkor ők elkezdtek egy sajtmester képzést, és elkezdtek egy olyan útra indítani ezeket az embereket, ezeket a szakembereket, akik megjárták a külföldet, megjárták Franciaországot, megjárták Berlinet, Olaszországot, és ezeknek az embereknek a tanítványai és ezeknek az embereknek a mesterek vállása hozza be a gyümölcsét. Közel fél évvel ezelőtt, tavaly szeptemberben volt utoljára a Sajt és Túrófesztivál. Teljesen más volt akkor a laktációs időszak, mint amilyen most. Ebből kifolyólag 150 főre sajt érkezett be a Sajt zsűrihez, amit 26 kollégával zsűriztünk le, és ebből 48 éren kerekedett ki, és teljesen más volt a sajtnak a minősége. Most nem került joghurt készítése, köszönhetően az előtt említett laktációs időszakot is, teljesen más kérdésű sajtot kerültek szemünk elé, és teljesen jó volt ezt ízlelgetni és tanulmányozni. Nagyon jó volt ezek a sajtok, különösen érdekes volt számunkra a füstölt, azaz a sűzésítés a 30-as sajt, de nem maradt a provenci minőségű sajtra, a bazsítás, illetve haladicsomos készítésű sajtosan. Ezek fantasztikus remény mutatok a zsűri számára, és bátor mutatok a zsűri kollégáimmal szemben mellett, hogy ezek fantasztikus visszatások. A programokról szeretném megköszönni Kovács Gyöngyi, Dr. Kovács Gyöngyi munkáját, hiszen ő szerezte ide ezt a konferenciát is, ami a sajt ugalmát működik és meg lehet találni
benne mindenki, minden sajtszakértő ellen számára jó programokat, és egy kis továbbképzési lehetőséget jön számára, egy kis diskurzus, egy kis tudát jelen számára, hogy megmutassák azt, hogy a hogyan is és fele is van az a sajtkészítés, amit most olyan kívesen állnak, hogy bízom benne, hogy az iskolával együtt többet tovább fog folytatódni. Nagyon köszönjük a sajtkészítőknek ezt a rengeteg kíves sajtot, a vendégeket kívánok kóstolást, és kívánok, hogy mindenki találjának számára a legfontosabbat, a legfinomabbat, úgyhogy benne jó időt is kívánok mindenkinek a programokhoz. Köszönjük szépen, kívánok Attila Mester Szakácsnak a programok bemutatását, illetve a sajtok bemutatását. Igen, nagyon különleges füstöl, lazacos sajtot is lehet kóstolni. Ezzel a hivatalos megnyitó véget ért, hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, nagyon szépen köszönöm a színpadon megjelent tisztelt vendégeinknek és öröknek is a figyelmet. Mindenkinek további szép napot, kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánok. Hamarosan mondom a további programokat, a mai napra vonatkozóan érezzék jól magukat. Köszönjük szépen! Köszönjük, mi voltunk! A helyet!